Sajnos az épületünket felújítják, ezért műhelyből kiszoroltunk, így egy garázsba kezdtünk el építeni, kevés eszközzel, kevés anyaggal, és a utolsó hónapban jöttünk rá arra, hogy így nem fog menni, ezért vettünk egy gokártot, és azt kezdtük át átalakítani. Felszereltük vezérléssel, hajtással, pneumatikai elemekkel, és így jöttünk el a versenyre. Ez volt a legnehezebb jármű, közel 90 kg volt a súlya. A Dunaújvárosi Főiskola kihasználta a maximálisan indítható három csapat adta lehetőséget. A már tavaly is indult Erminátor és a Velocity mellett az Airline Racing Team képviselte az abszolút újoncokat az újvárosiaknál. Utóbbiak szinte végig szereltek. Nem egészen 100%-os, a váltónk az félkész állapotban van, igazából össze kellene szerelni mindenképpen. Hát a kormányzásunkkal is vannak némi nehézségeink, igyekszünk megoldani mai délután vagy este folyamán, megteszünk mindent tőlünk telhetőt, aztán majd meglátjuk, hogy muzsikál. Nem tudunk róla semmit, nem tudtunk tesztelni, nagyon sok dolog az utolsó pillanatban érkezett meg, úgyhogy gyakorlatilag ez nekünk egy ilyen nagyon nagy teszt. És teszt is élesben. Mi a szilveszünk helyet neveztünk, ők ugye elmentek az iskolából, tehát ők végeztek. És hát a srácok megkerestek. Igazából úgy volt, hogy két-két ember, és akkor így összebeszéltünk, hogy mégiscsak kellene valamit csinálni. Meg hát tetszett ez a pneumobil dolog, mert nagyon sokat látunk, hallottunk az iskolában erről. Egész jó a támogatásunk is, tehát az iskola megpróbál mindent alánk tenni, úgymond. Műhelyben éjszakáznak velünk az ott levő tanárok is. A két rutinos újvárosi csapat közül nézzük a Velocity-t. Ki más nyilatkozna, mint az egyetlen újonc. Technikailag nagyon sok minden változott. Mint látjuk, az első felfüggesztések azok teljesen megváltoztak. Maga a fesztávot is lejjebb vittük, ez abból fakad, hogy ugye van egy szabályzat, hogy a válmagassághoz képes kell szabni az első fesztávot, de mivel a palack eddig döntve volt, nem vízszintesen, mint jelen helyzetben, így, hogy vízszintesbe került, így jóval lejjebb kerül a válunk, ettől az első fesztáv az kisebb, így sokkal könnyebben fordulunk és manőverezünk, ez fontos. Az mellett próbáltunk mindent a középvonalba behozni, hogy a súlypont középen legyen, ez is a könnyebb irányíthatósághoz tartozik, valamint a súlyt minél jobban lefaragni, hisz lényeg a gyorsaság, legalábbis ez az elsődleges szempont a csapatnál. Igazából annyit tettünk, hogy kicsit lekapom, és akkor talán jobban látszik, bár innen hátulról látszik jobban, hogy míg eddig hátul a keréknél volt az agyváltó, most behoztuk egy közép tájra, így egy differenciál áthajtással, ugye nem kap akkora terhelést, egy közbenső áthajtó megoldása van megoldva, így az agyváltó nem kap akkora terhelést, így valószínűsíthetőleg nem fog szétesni, mint a többi versenyen. Ebben bízunk, meglátjuk, mi sül ki belőle. Ebből is látszik, elsősorban a gyorsulási és az ügyességi versenyszámra lehet jó ez a jármű. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát kara is a három csapatos intézmények közé tartozott. Sciences Kitchen, Fluxgate és Leisure. Mindhárom csapatnak voltak már versenytapasztalatai az elmúlt évekből. A Sciences Kitchennel kapcsolatban majd később egy külön verseny miatt még visszatérünk. A Fluxgate-re ránézésre is azt mondhattuk, hogy robosztus kivitelű, de megbízható járműnek tűnik. Ráadásul a kormány mögött egy hölgypilóta hívta fel magára a figyelmet. Én idén vagyok először benne a csapatban, négy főből állunk, és abból ketten régi tagok, és ketten pedig újak vagyunk. Ezen kívül maga a Fluxgate most negyedik éve versenyez. Orsi, mint a csapat legkönnyebb tagja, vezérpilótaként csatlakozott a fiúkhoz, akik igazából a 2013-as versenyre várják a kiugró eredményt. Most elsősorban az ügyességi versenyben bíztak. A fő változás, hogy a tavalyi háromhengeres forgattyús motort lecseréltük egy lineáris hajtású egyhengeres motorra.
Ezzel célunk volt, hogy egy jobb fogyasztású, viszont megfelelően erős motort csináljunk. Ugye pont emiatt a járműbe az előző három henger az csak 100-as löket hosszú és 100-as átmérővel volt, ez most egy 400-as löket hosszú, viszont csak 80-as átmérőjű henger. Valamint változtattunk az autó kialakításán, a futóművön nagyon sokat tudtunk változtatni, ugye ez jobb teljesítményeket ad neki, ami szintén hát a futamokban az jelentősen befolyásolja a végeredményt. Valamint a nagy hengerre való tekintettel egy expandálásos üzemmód is beletépítve, ahol különböző mértékben tudjuk tölteni a henger levegővel, így a spórolás is megoldható, ez a hosszú távú futamon nagyon jól jön, valamint puffer tartályt építettünk be a gyorsasági futamokra, amivel ugye elérhető az, hogy a henger megkapja a maximális térfogatárammal a levegőt, vagy hát a jelensebben a hidrogént, ami hozzájut. És a hátsó kerékpár tengelyen van egy agyváltó, amivel fokozatmentesen tudjuk váltani az áttételt. Az áttétel sor további két eleme, ugye a főtengelyről lánchajtással az előtét tengerre, és akkor onnan le a hátsó kerékre. A felvezetés végén lássunk néhány járműt az igazi abszolút újoncoktól, vagyis a lengyel és a cseh csapatoktól. Korábban már hallottunk róla, hogy a brnói nemzetközi vásáron feltűnt egy cseh gyártmányú pneumobil. Ennek egyik verziója Egerben is rajthoz állt. A brnói műszaki egyetemről két csapat jött el Egerbe. The first impulse was from our teacher. Az első ösztönzést a tanárunktól kaptunk. Először csak magunk az egyetemen belül dolgoztunk egy jármű megalkotásán, aztán kapcsolatba kerültünk a brnói Bosch Rexroad központtal. A folytatás már közösen ment. Elkészítettük az első járművet, amit tavaly be is mutattunk a brnói nemzetközi kiállításon. Egyébként tavaly, mint megfigyelők, mi már itt voltunk Egerben, nagyon sokat fotóztunk, hasznos ötleteket gyűjtöttünk, hogy hogyan lehet egy ilyen járművet elkészíteni. Aztán augusztusban neki is álltunk, hogy megépítsük az első járművet, és aztán ezt mutattuk be a nemzetközi vásáron. Azóta sokat változtattunk, például a karosszérián. Ez elég látványos változás. A csillagok háborúja X szárnyúja volt a minta. Szerintem mi a gyorsulási versenyben ott lehetünk a legjobbak között. Az alváz alumíniumból készült, vagyis a keret nem lehet több, mint 13 kg. Elég könnyű, összehasonlítva más gépekkel, úgyhogy itt talán beleszólhatunk mi is a versenybe. A másik brnói csapat a Luxfer Team volt. Az egyik csapattag Martin Lux, internetes nick neve lett a névadás alapja. A csoporttársainktól hallottunk erről a versenyről. Filipék tavaly itt voltak, és aztán el is készítették a saját prototípusukat. A többiekkel úgy határoztunk, hogy mi is beszállunk a versengésbe. Azt még nem tudom, melyik versenyben lesz igazán jó jármű, ezt majd holnap meglátjuk. Mindkét cseh jármű az egyszerűbb konstrukciók közé tartozott. Első versenyükön a biztos helytállás volt a cél. Ugyanez vonatkozott a lengyelekre is. Három város, Varsó, Wroclaw és Rzeszów, három egyetem, három pneumobil. Az egyik foglalkozáson Fibik professzor úr mondta, hogy létezik ez a verseny. Ráadásul Wroclawban a helyi Bosch, ha benevezünk, minden segítséget meg tudna adni. Rövid a jelentkezési határidő, de próbáljuk meg. Novemberben úgy döntöttünk, hogy benevezünk. A jármű építését februárban kezdtük, és mint az látható, időben készen is lettünk. We started building in February and we managed to make it in time. Megfelelő terv dokumentáció is kellett. Ennek elkészítésében kezdetben egy 20 fős csoport segítkezett. Végül a legjobb ötleteket kiválasztottuk, és ebből valósult meg ez a jármű. Ez az első versenyünk. Elsődlegesen most a tanuláson van a hangsúly. Megnézzük, hogy az egyes motor és autótípusok hogyan viselkednek versenykörülmények között. Így a jövő évi, következő eseményre még jobb autóval tudunk majd jönni. A zsesovi csapat járműve elsőre egy masszív trájknak tűnik. Ők is az először körülnézek, tanulok, aztán jövőre fejlesztek vonalat képviselik. Nyáron a zsesovi Rexroad gyárban voltunk gyakorlaton. Ott hallottunk a helyi vezetőktől erről a versenyről. A hagyományosnak tekinthető négy kerekű megoldásoktól eltérően mi valami mást akartunk. Ebből született ez a három kerekű jármű. Mi is most készültünk el, vagyis az igazi próba a verseny lesz. Összesen 20 métert sikerült eddig menni vele.